Hello, szia, szavasz, üdvözlöm mindenkit, ez a szép napon reggelen, délutánon. A mai napon nem máshol mentünk, mint a Disneylandbe. Azért mondom, hogy mentünk, ugyanis az a nap, amikor oda mentünk, az a felvétel erről a kameráról, a Sonyról, képzeld el, nincsen meg. Nem tudom, hogy mi történt, lehet, hogy hazértünk este, késő volt, és elfelejtettem átmásolni, közben letörlődött. Végül is ezzel a kamerával kezdtem a videónak az elejét, meg ezzel fejeztem be, de az egész napot ezzel filmeztem a GoPro-val, meg a szemüveges kamerával, tehát körülbelül egy ilyen pár perces felvétel veszett el szerencsére, úgyhogy az történt, hogy felkeltünk reggel, elkezdtem videózni, mielőtt bementünk Disneylandbe. Mondom, hogy mi történt, és onnét folytatjuk tovább. Tehát felkeltünk, egy kicsit ilyen felhős idő volt, elautóztunk a Disneyland bejáratához, leparkoltuk az autót, és onnét úgy döntöttünk, hogy nem ráülünk arra a kis vonatra, bemegyünk a Disneylandbe, hanem besétálunk. Tehát elkezdtünk besétálni, a bevásáron keresztül kell átmenni, és ott a bevásárlón, amikor megérkeztünk, kint álltak ezek a biztonsági őrök, és mindenkinek úgy, hogy megnézték ugye a táskáját, ott voltak a kutyák, ott végigszagoltak, ugye mindig mindent megnéznek, és átmentünk. Ami után átmentünk, átváltottam a GoPro-ra, és úgyhogy onnét folytatjuk a mai videót. Úgyhogy induljon! Átjöttünk, ugyan Lucy? Onnan nézd, itt vagyunk, itt a belépő, a bejárat a Disney bevásárlóba, a Davis egy kicsit olyan nem sírt, de szomorú volt, mert ugye nem tudott ott lenni vele, még megnéztek engem, ugyanis megnéztek mindenféle fajtot. Dolgot, hogy nem sípolok, hogy nincsen rajtam valami pár kezem, mutatom, hát az érdekesebb. Hát ilyen, mi az az a műszerre tudod, amikor sípol, megnéztek mindent, és a hátam valamiért besípolt. Nem szokott a reptén, se sípolt be, de mivel hátamban van valamilyen dolog, ugye a műtétem miatt, azt kérdezték, hogy mi van bennem. Én vagyok a Terminátor, azért sípoltam, de aztán átengedtek, megnézték az övemet. De most már bejöttünk, ugye megnézzük ezt a nagy legobortot, a Davis-szel. És tegnap ugye elaludt, mikor itt voltunk. Ott van. Na, Davis jobban van, most már sétál. Nem tudom, nagyon ilyen apás lett velem, alszik ugye az ágyba, állandóan én cipelem a seggét. És hogyha nem ilyet oda hozzám, valamiért biztos megijedt, azért kezdett el egy kicsit így sírni. De megnyugodott hamarosan, mint átvettem, ugye csak még megnéztek, addig nem tudott ott lenni velem. Na, jól mondtam, nem tudom, hogy a hátam miért sipolt be, egész pedig nem szokott sipolni a reptéren sehoz, se itt meg valamiért besipolt. Na mindegy. Úgyhogy itt ez a nagy Lego volt, hogy ide bemegyünk. És megnézzük. Biztos, hogy valamit fog találni ugye a Davis. Mekkora Lego, mi? Oda néz. Ja, gyere, bemegyünk. Fogd a kezem. Hi. Oda nézzél. Sok Lego, Batman Lego, pici Lego, nagy Lego. Merre megyünk? Lehet építeni Lego, mindenféle fajta Lego. Na, mennyi? Hoppá! Hát tudod, itt össze lehet rakni Legókat, ilyen Lego figurákat. $10 darabja. Na, mi mindig építünk. Ezt építettük együtt a Davis-szel. Mi? Ezt az indiánosat. Látod, Davis az most egy másikat épít. Van, tudom nézni a fejét. Na, nézd el a fejét. Az nem rettentő jó. Sok, én egy körbe van, itt van több ember ott a túl, hogy a körbe az egész, nagyon sok ilyen figura van. Én csinálom van a Bob Ross. Igen? Ja. Na, a Davis építette egy újat. Ennek milyen feje van? Ilyen nagy haja van neki. Oda nézd. No, letting go of that room. That color. I know. Let me see. Mutasd azt. Melyiket? Which one? This one or the other one? Most már végeztünk, mindenki épített. Mutasd, milyen Legót építettél. Davis, let me see your Lego. Hú. Nagyon szép. Anuk ezt is épített egyet. Ja. Mindenki. Kivéve én. Lucas kettőt épített. A Lucas, Davis kettőt épített. A Lucas egyet épített. Lucasnek a legújabban a táskában. Most itt végsétálunk, aztán bemegyünk a Disney Parkba, meg bemegyünk. Az újabbba? Az újabbba. Az újabbba, az utolsó nap. Az újabb parkba megyünk. Na, megérkeztünk a bejárathoz, én nem tudom, hogy ma mi van, de rettentő sokan vannak.
Na nézd, hány ember akar ott bemenni, meg hány ember akar itt bemenni. De tegnap alig voltam egy talap előtt, ahhoz képest, hogy most na minden, itt fogunk a sorba állni egy darabig. Na minden, van időnk. Na sikerült bejönni, mégis nem vártunk sokat, mennyit? 5 percet. Jó sorba álltunk, ugyanis mindenki a szélső sorba állt. Ugye az volt az a hosszú-hosszú sor, középnek senki nem állt, úgyhogy kb. 5 perc alatt bejöttünk, elmentünk, kaptunk ilyen gyors jegyet. Az egyik ilyen repülős, nem hullámos, hogy ilyen repülős dolog, amire fel akartam ülni régóta. Ugyanis utoljára, amikor voltunk, rettentően tetszett nekem. Mit mondta? Guardians-ba akarsz menni meg? Ja, oda is kérhetünk jegyet. Most ide visszasétálunk, valószínűleg, hogy valamit reggelizünk gyorsan. Aztán megnézzük ezt az Incredibles, ezt a mesének a bemutatóját, a Davis azt akarja megint megnézni 3D-be. Mi mindig itt kötünk ki ezen a hollywoodos részen, te? Mindig itt filmezem szerintem a legtöbbet. Ja, ez ilyen szépen néz ki, a másik része is szép, de ez olyan, mert a szép az a hátsó, az a kék ég, az rettentően szép szerintem. Hát nem igazi, de ez igazi ez a villamos, látod? Na ne, nincs, hogy megyünk, eszünk, és mire kell visszajönni arra a repülős? Nem vasútra, végülis egy nagy képernyő van előtted, belülsz egy székbe, ami felvisz, és olyan érzésed van, mint a repülnél. 12:10 és 1:10 között kell visszavenni, és akkor nem kell sorválni különben, 2 órát kell sorválni, hogyha most beállsz a sorba, akkor 2 óra múlva kerül rád. Ha visszajössz, akkor meg körülbelül egy 5-10 perc maximum, és simán besétálsz. Úgyhogy az a jó, hogy mindenhol lehet kapni egy gyors egyet, és... Hát majdnem mindenhol, és akkor nem kell várni, csak besétálsz. Körülbelül mindenhol 1 órát, 40 percet minimum kell várni, legtöbb helyre 120 percet. Mai napon többen vannak, mint tegnap vagy tegnap alatt, nem tudom, hogy miért. Pedig szerda van, hét közepe van. Anna nézi a vízesést. Úgyhogy most megyünk. Okay. Hova megyünk? Én nem tudom. Nem tudom, még mindig nem ettünk semmit sem. Most már voltunk, elnéztük azt a mesét is, már voltunk a... Hol voltunk? Sétáltunk. Még mindig nem ettünk. Mi? Minden. Az minden. Voltunk WC-n is. Lukasz, kész valamit? Nem. Én eszek egy hot dogot. Készkérni a hot dogot. I'm can I get 2 hot dogs, please? They're gonna be extremely hot, so just be careful. Yeah. It's gonna be 15 Thank you. Hot. Careful. Get the chips. I'm gonna get soap. You want tomato sauce? Okay. Tomato sauce? Tomato. One or two? Just the one. One? I guess two mustard. Napkin. Lucas, gyere leülünk ide, megesszük. Hoppá. Who wants chippies? Okay. Davis? What? You want some? Yes? No? Maybe? Lucas? Thank you. Can you Davis, shuffle? Do you want? No, okay. There you go. Alright, you play with your Lego. No, that means me and a hot dog. Okay. Pizza. Mm-hmm. Nézd, mi fogunk most menni. A víz alatt fogunk Davis menni. Látod, megnézzük az Arialt, meg a... Én nem tudom, hogy a nevük. De a Davis az biztos tudja, ugye? Yes! Hoppá. Ezeket a kicsiket le tudom filmezni, de nagyokat nem nagyon, mert ott nem tudom tartani a kamerát rendesen. Egy-két helyen nem is lehet filmezni, de ezekben szabad. Hoppá. Sit. Beautiful voice, but let me tell you how that evil sea witch trick. The land is happy, but the circles they do. But fish in the bowl is not. Beautiful
A Lucas, nem emlékszel erre, amikor ezen mentünk utoljára, amikor itt voltál, mi? De belünk ebbe a rakétába, és körbe fogunk vele pörögni. Hmm? Davis. Hello. Daddy Ivan. Hello. Excited? Én is. Te is? Én is. Vigyázz! Hallod? Jó magasra fogunk menni, mi? Oda nézzük! Jó! Na, hogy kiessünk belőle! Körbe, körbe! Ha? Mit? Dehogy fél? Miért fél le? Yeah, we're gonna go faster. Mindjárt megyünk gyorsabban. I know. Oh. Like it? Oda nézd, mekkora maci van ott. Van egy ilyen vizes, nem hullámos, hogy minek hívják, ilyen vizes valaminek, mert be lehet ülni. Aztán megy körbe-körbe. Lukasz nézi itt a térképet. Mit látsz a térképen? Nem voltunk ilyen. Nem voltunk ott. Közben a feleségem elment a Davis-szel. Ilyen kisebb, gyerekes, hullámos utal, meg a Lukasztel visszamegyünk arra, mert reggel vártottunk jegyet arra a repülősre. És utána elmegyünk és megkeressük őket. Remélem, hogy meg fogjuk egymást találni. Mondtuk, hogy hol fogunk találkozni. Nálunk van a telefon. Ha véletlen elvesztünk, de talán nem fogunk elveszni. Mit csinálsz a zsebembe? Na mi van, találtál valamit, ahol még nem jártunk? Nem. Azt mondom, az egész parkot bejártuk. Ha mindenre fel akarnál ülni, ugye mindenre nem tudunk, mert annyi időnk nincsen, mert egy nap nem lenne hozzá elég. De itt akarsz lakni, ja, a Disneylandbe belül, nem? Ja, ja. Csak költeni egy ágyatból. Ja, egy ágyat ide beteszünk, és ide beköltözöl. Ja, alszok a... Hol alszol? Itt a bokrosba. Nem? Ja, a moziba, ja, oda beköltözve, az első semmi van. Ja, na nézd, megérkeztünk a repülőhöz. Filmezni sajnos nem hiszem, hogy tudom. És beültetnek el egy székbe, ahogy mondtam, lekötöznek. Aztán felmegy a levegőben, meg ott pörög, meg minden, meg előtte van egy nagy-nagy vászon, és úgy néz ki, mintha igaziból te repülnél, te lennél a Superman. Ja, de az nem a misorunk, a rövid sor. Ez ott a vonat. Na, megkeressük a sorunkat, aztán megkeressük a Mamit meg a Davis trendben van. Hallod, Lukasz, mi történt? Egyedül vagyunk itt benne. Sehol senki. Oda nézd. Szerintem itt felejtettek minket. Miért vagyunk egyedül? Azért vagyunk egyedül, mert azt mondtuk, hogy mi nem akarunk különülni, és azt mondták, hogy itt várjunk a sárga vonalnál, aztán majd a következő kell bemegyünk. Miért vagy miért? És nem kell sokat válni. Más mindenki járt, csak mi maradtunk itt egyedül, többiek megint nem jöttek be. Na mindegy. Úgyhogy mindjárt indulunk, majd repülünk. Hello. Hello. Mit csinálsz? Sorválunk. A piros autóra. Mindjárt miért? Nézd, megjött a másik autó is, látod? Don't touch it. Don't touch it. The other one is back. Na, pont mire elértünk, kicserélték az autót. I know, but the one's really long, so we can come back together.
Végeztünk a Disneylandbe, elég korán végeztünk, ma hány óra van? 2 óra 54, majdnem 3 óra van, Lucas, te jössz? Szép volt, jó volt, minden megvolt, mindent csináltunk, amit akartunk. Csak elfáradtunk. Ugyanis nem más csinálunk, mint elmegyünk ebédelni, nem más fog enni, csak én, ugyanis a Lucas meg a Davis már ebédelt, a feleségem nem éhes. Vettünk hotdogot, de a hotdog nem tudom. Én nem eszek sokat, de az a hotdog olyan pici volt, hogy én nem tudom. Bár más ilyen nagy csülkökkel mászkáltak, mondom, akkora csülkökkel, mint a fél kezem, és ilyen marha, vagy nem tudom, ilyen rettentő nagy. Lehet látni a Tom és Jerrybe, tudod, mikor fogják egy kézzel, és az a comb, az a hatalmas nagy, ez a marha comb, vagy nem tudom micsoda, és azt tette mindenki. A hotdog meg ilyen pici volt. Hát, na minden. Úgyhogy én éhes vagyok. Elmegyünk az In-N-Out Burgerbe, ami az életemben nem ettem még olyat, de állítólag az a világ legjobb burgerja, úgyhogy olyat fogunk enni. Ausztráliában állunk nincsen, csak itt van Kaliforniában, azt hiszem más államban sincs, én úgy tudom, ha jól tudom. Na innen, nyitánk a lámpánál, a piros lámpánál, el kell menni balra, jobbra, aztán lamp sokára, egy 8 perc múlva állítólag odaérünk. Na, menjünk a fordulást, még mindig amúgy nehéz, mutatom, hogy látod? Az a szerencsé, hogy előtte megy egy autó, és most csak követem. Ugyanis nálunk ugye nem így fordulunk, hanem a másik oldalon, és egy kicsit olyan még kavaros vagy zavaros. De azért most már kezdek hozzászokni ez a vezetéshez. A rossz oldalra még nem mentem át. Szerencsére kivéve a parkolóba, ott ugye nagyon sokat nem számít. De így vezetés közben azért mindig próbálok figyelni, hogy mi van ugye mellettem. Na, azt mondja a GPS, hogy nem sokára odaérünk. Amit képzeld el, minden bajunk van, a levegő ugye rettentő más, mint Ausztráliában, olyan száraz a levegő itt, az orrunk ki van száradva, a bőrünk ki van száradva, az arcunk, a mindenünk. Nálunk ugye olyan a levegő, hogy állandóan olyan csúszik az ujjad, meg a bőröd is, ugye ez a... nem ez a száraz levegő van, mint nálunk, és itt hirtelen megcsapott minket, mindenünk ilyen tiszta száraz, ilyen fonnyadtak vagyunk, vagy én nem tudom. De majd nem tudom, nem hiszem, hogy hozzászokunk, de mire hozzászoknánk, addigra elmegyünk szerencsére haza, és vissza áll a régi, ugye nem tudom, olyan teljesen más a levegő. Nem azt mondom, hogy rossz, csak más. Ugye, Lucas? Olyan száradtak vagyunk. Nekem csak a nyakad. Ja, csak a nyakad, az le van égve, az azért olyan. De nézd, itt egy benzink, az egy szép nagy piros autó. A Ford. Rettentő nagyok az autók. Ha veszek egy kis utat megint, vannak itt érdekes házak, akárhova megyünk, mindenhol rettentő nagyok az utak, ugye, ahogy már mondtam, és vannak kint az utcán emberek, csak közben hallgatva a GPS-t már nekem menni, és nálunk akár már emész, nem nagyon látsz embert, mert mindenki itt is autóznak, de itt azért lehet látni embert. Tehát sétálnak az utcán. Lehet, hogy nálunk, nem tudom, ugye, lehet, hogy nagy meleg miatt, bár itt is meleg van. Nem olyan nagyon nagy a meleg, itt ilyen száraz idő van. Jelenleg nem tudom hány fok van, mert nem fokba írja ki. 82 Fahrenheit, ugye, Lucas? Azt mutatja. Mi van itt? Ah, itt az innen eljárt bőrgő. Látod, ide kell bemenni. Várjál, hol megyünk be? Itt megyünk be. Oda nézd, itt megyünk be. És itten a néni már mászkál körbe, hogy ki mit kér. Na, az autós beállok be, ugyanis fogalmam nincs, hogy mit kell rendelni, bár azt mondták, hogy itt nem lehet sok mindent rendelni. Oh, farjam! Sok mindent nem lehet rendelni, ugyanis van háromfajta burger és ennyi. Tehát nem olyan, mint a McDonald's, hogy ilyet kész, meg olyat kész, hanem van a cheeseburger, van dupla burger, meg ennyi, én azt hiszem. Három vagy négy fajta, és néztem az interneten is, ilyen nagyon egyszerű egy hely. Na, ide azt hiszem, hogy beállunk. Hogyha nem lógunk ki, és bemegyünk oda. Már az autót mindig úgy kell megállni, hogy berakjuk ide P-be, látjuk a gomba, rányomunk arra a fékre, és készen vagyunk. Na minden, ha tudom, lefilmezem a burgert, hogyha nem, akkor nem. Átváltottam a szemüvegre, gyere nyuszi, kiveszlek. Ez a kulcs. Mi? A másik legó az itt van. A szemüveggel azt hiszem, hogy jobban fog tudni filmezni, ugyanis az a baj, hogy az Davis így átláva tartom. És a kamera ugye nincs rajtam, a táska, nem tudom vinni. Na menjünk, megkeressük a bejáratot. Nem tudom, hol a bejárat, de biztos, hogy megtaláljuk. Valószínűleg ki van írva, ez a hátulja. Azt mondom, hogy csak én fogok egyedül lenni, mert senki más nem akar tenni. Sőt! You want to eat? No, you don't have to. Ja, na körbenézzünk, jön-e autó, nem jön-e autó.
és gyorsan bemegyünk ide. Autó. Ja, autó. Látod, ott rendelnek. Yes. Úgyhogy bemegyünk, és rendelünk. Yes. $6.75 change. You'll be guest number 5. Thank you. And then let me get those cups for you. Thank you. There you go. Yes, we are number 5. Yes, yeah, Papa. Megrendeltük, úgy döntött a feleségem, ő is eszik egyet, a kettes számú tesszük, azt a cheeseburger. És mi vagyunk az ötös számúak. Azt hiszem ott jön a miénk valahol. Látod, van az egyes, van a kettes, meg van a hármas. És sok választási lehetőséged nincs, meg vehet szívét. Valami teljes milkshake-et. Van a... Igen, van a szirén. Gyere, leülünk ide addig, jó? Ja, daddy gonna eat and dive is gonna fly. Hoppá, van a csücs. Nem olyan nagy. Mit? Ja, messzi. Ja, te is akarsz? Nem? Na megjött. Which one is mine? This one. Ez az enyém, a másik a feleségem. You wanna try? You wanna try it? No. Some chips again. Együk, kóstoljuk meg ebbe. Olyan, mint egy hamburger. Na, végeztünk. Megebédeltünk, vagy tizó, nem tudjuk, zsonnás, hogy mindenki hívják. Jó, volt a hamburger, de nem tudom, én mindenhol azt hallottam, hogy ez annyira jó egy hamburger. Jó volt a hamburger, nem mondom, hogy nem volt rossz a hamburger, de nem, én lehet, hogy ettem már jobb hamburgert. Meg rettentően vártam, de legalább ettem ilyet. De, na mindegy, amúgy jó volt, finom volt, csak ugye másabb volt az ízem, mint mondjuk, másabbak az ízek itt mondjuk, mint Ausztráliában. És az otthoni hamburgernek még mindig jobban ízlik, amit ott szoktunk vásárolni, amit mutattam nektek. Mind ez. Ez se volt rossz, nem azt mondom, hogy rossz volt, jó volt a hamburger, de nekem az otthoni jobban ízlik, mint ez. Pedig mindenki azt mondta, ezt ki kell próbálni, mert az a világ legjobb hamburgerje. Na mindegy, legalább kipróbáltuk. Nekem ízlet, de az otthoni még mindig jobb. Úgyhogy menjünk vissza a szállodába, lepakoljuk a cuccot, aztán majd meglátjuk, hogy mit csinálunk. Na menjünk az utcán, ez egy ilyen, ez a rendes, ugye itt vannak a rendes házak, nem egy fél utca, nem egy ilyen inkább mellékebb utca. Csak gondoltam, lefilmezzem itt a házakat. Nézd ki, az amerikai zászló, hogy mégis ugye, hogy néznek ki, érdekesek. Mert itt a stopptábla, a stopptáblánál mindig ilyen bajba vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy ki megy el. Szóval, hogy jobbkész szabály van, de hogy itt nem jobbkész szabály van, az biztos. Na mindegy, mehetünk. Itt az megy először, én nem is tudom, hogy ki megy először, itt mindenki megáll, és mindenki utána, én nem, na minden. De nem úgy működik, mint a jobbkész szabály. Itt megint egy ilyen van. Látod, most megáll, utána nem is tudom, hogy ki. Most az megy itt el előttem, még én állok meg, na mindegy. Lehet, hogy az mondja, akinek nagyobb az autója. Megint egy stopptábla, oda néz, hány stopptábla van itt? Sok. Na jó, a stopptábla van. Na innen, azért jöttünk be erre, hogy megnézzük a házakat, hogy milyen az igazi. Ez az amerikai a házak itten, ugye, nem csak a főutcás. De én szívesen ellaknák itt valamelyikben. Ez mi, ez templom? Oda néz. Nehogy véletlen átmegyek egy stopptáblán. Még mindig megyünk. Érdekesek. Mindegy, ez stopptábla? Nagyon remélem, hogy nem stopptábla. Jaj. Tehát ennyi volt a mai napuk, ugye ahogy mondtam a videó elején, nincs meg a felvétel, ez a Sony kamerás felvétel. Erről a napról ugyanis valahogy ugye elveszett, tehát hazaérkeztünk, elmentünk ebbe az innen el burgerba, hazajöttünk ide,
és egy kicsit pihentünk. Utána nem sok mindent csináltunk, a videót én ott befejeztem. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót is. A többi felvételem szerencsére megvan, legalábbis eddig még megvan minden, úgy néz ki. Azon napon nem tudom, hogy mi történt. Én azt hiszem, hogy kicsit fáradt voltam, és vagy nem másoltam át, vagy véletlen letörlődött, nem tudom. Ugyanis későn értünk haza, úgyis utána elmentünk a boltba. És, na minden, az a lényeg, hogy az egész napot a GoPro-val vettem szerencsére aznap. Na minden, remélem, hogy tetszett ez a mai videó. Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!